Sziget-Szent Miklóson látogattuk meg a junior leány birkózó válogatottat, amely a felnőtt kerettel közösen kezdhette meg a koronavírus járvány okozta leállást követő felkészülését. A kényszerpihenőt nem a szó szoros értelmében élték meg a hölgyek, élsportolóként próbálták megoldani, hogy ne zökkenjenek ki teljesen a jól megszokott kerékvágásból. Ez többé-kevésbé sikerült is nekik. Én főleg a felnőtt válogatója vagyok a felelős, de szövetségkapitányként az utánpótlásért is, és én főleg a felnőtt és a juniorkorú versenyző, U3-as és juniorkorú versenyzőkre próbáltam figyelni. A utánpótlás edzőkkel, szerencsére maguktól is, meg én is beszéltem velük, hogy próbáljam figyelni a többi versenyzőkre, mert ők főleg a klubokba otthon készültek, ugyebár nem nagyon lehetett edzőseket, edzőtáborokat tartani, és a klubokba is nehézségek küzdöttek, ezért otthon volt, aki online edzéseket tartott, volt, aki elküldte, hogy miket csinálnak meg, de úgy gondolom, hogy látom itt a versenyzőket, itt mindenki azért dolgozott szerencsére az elmúlt időszakban. Talán annyi, hogy inkább az erő és állóképességre volt a hangsúly, mert ebben a szőnyegen nagyon volt ott mindenkinek, ezért főleg kicsit lassabbak most a lányok, ahogy én észreveszem, de dolgozunk rajta azon is szép lassan, hogy minden jó legyen. A klubban végigedzettem a karantén alatt, hál' Isten be tudtunk menni a konditerembe, meg tudtunk futni kint a pályán, úgyhogy szerencsés voltam ebben a helyzetben. Az újrakezdés RP-kkal kezdődött, vele kezdtem el először birkózni, és örültem neki. Még kb. Egy hónapig nem birkóztunk, és van egy erőléti edzőnk, Demeter Gábornak hívják, aki ő edzett minket, erősített, futottunk és érdekes gyakorlatokat hajtottunk végre. Mindenkinek más okozta a nehézséget a tavaszi vadonatúj időszakban. A súlyom. Hát még mai napig nem jön a súlyom, szóval lehet egy kicsit nagy lesz a fejem a kamerában. De hát nyilván, hogyha az ember erősít és issza a fehérjét és erőléti edzéseket vesz részt, feljebb megy a súlya is. Nekem alapból nincs is olyan genetikám, akinek vékony testalkata van, szóval nekem könnyen elmegy a súlyom. Én úgy gondolom, a legnehezebb az volt, hogy ugyebár nem tudtak lejárni a megszokott környezetükbe edzeni, ahogy a szőnyegedzések kimaradtak azért, hogy birkózók vagyunk, azért birkózni szeretnénk a legjobban, de most már egyre jobban. Például tegnap volt futásunk, aztán mondták, hogy minek megyünk kifutni, futottunk eleget, de úgy gondolom, hogy a magyar birkózásnak azért kell a erőállóképesség, akkor szoktunk jók lenni, mikor erőben és állóképességben az ellenfeleink fölé növünk. Ezért mondtam, hogy mindenféleképpen kell nekünk, de emellett a birkózást is, meg sajnos az se lehet, hogy most minden nap birkózunk kettőt, mert akkor a hatásfoka se lesz az igazi, úgy gondolom. A járványhelyzetre reagálva a többi sportágihoz hasonlóan a birkózók nemzetközi versenynaptárát is törölte a szövetség. Sokáig nem lehetett tudni, mi lesz az idei korosztályos világeseményekkel, forgatásunk idején azonban pont került az ügy végére. Kiderült, az erőpróbák döntő többségét lebonyolítják. Egy minimálisan azért motivációkat veszítik így, hogy nem nagyon látták a célt maguk előtt. De úgy gondolom, hogy ez a mai nappal megváltozott, mert tegnap este volt ülés a Nemzetközi Birkózó Szövetségben, és ma már hivatalosan, majdnem 100%-ra mondhatom, hogy lesz utánpótlás világverseny, lesz szeptember 1 és október 30-a között sűrítve. Most elkezdünk sietni egy kicsit, lesz kadett, junior és U3-as Európa-bajnokság, és ezek terve van még, hogy november és december elején talán megrendeznék a junior, U3-as és felnőtt világbajnokságot is. Szóval ha azt nézzük, akkor egy elég mozgalmas és sűrű őszelé nézünk, de azért mindenki ezt akarta, főleg az utolsó, a korosztályunkként az utolsó évesek azért nagyon szerették volna, hogy legyen még egy lehetőségük abban a korosztályban bizonyítani, mert az egy nagyon nagy lehetőség. Nagyon jó csapatunk van általában, úgy gondolom, minden korosztályban, és az egy nagyon sok jó eredményt várunk így most már idén is. Nagyon örülök, hogy meg lesznek rendezve a világversenyek, mert nagyon szeretek ezt a folyamatot végigcsinálni, maga a hangulat, és szeretnék jól szerepelni az Európa-bajnokságon. Egy dobogós helyezést szeretnék elérni. A VB-re azt mondom, hogy nagyon jó. Az EB-re már annak is örülök, csak mi tavaly már megszerveztük ugye a nyaralásukat mindenhez a versenyhez hasonlóan, és mivel erre több egy éve várunk, hogy nyaralunk, hogy minden, és lehet, hogy
én nem mehetek, mert éppen az Európa-bajnokságra kell mennem. De nyilván nagy örömmel fogadtam, csak azért ebbe is belegondoltam, hogy most sem nyaralhatok. De hát ilyen ez a sport. Nyilván mindenki úgy utazik, hogy nyerni akar, én is nyerni akarok, de nem lehet tudni, hogy akkor az ember milyen formában van, hogyan van, még mi lesz akkor, hogy lesz akkor. Nem látok a jövőbe, de nyilván nyerni akarok.